talán valamivel melegebb is van, mint a tegnapi napon volt, viszont az árnyékban lévő kispesti szurkolók megfelelő energiát tudnak mozgósítani a kibontakozásra, és nagyon-nagyon örömmel látják azt, hogy megvan az első lövés, az első próbálkozás a mérkőzésen. Összejön a csel, és a lövés is! Átrok! Mamadétól indul az akció. Jól lesz Serafim. Ez jó labda. Egy picit volt hosszú Baldénak. Kocsis eladja, viszont Átrok visszaszerezte a labdát, és ez így nagyon nagy helyzet lehet, és 11-es! Szűcs Tamás, és vele szemben Martin Correa. Szűcs a jobb alsóba! Rajta volt a kapus, érezte az irányt, de nem tud hárítani. A 26. percben a csapatkapitány Szűcs góljával megszerzi a vezetést a Honvéd Magyar Futball Akadémia együttese. Kandela nagyon határozott, és úgy teszi kapura, és megvan az első Sporting lövés, rögtön a második félidő első percében. Életerős távoli lövés! Da Silva Mendes! Most jön az ívelés, szabadrúgás lesz kifelé, és ebben a pillanatban pedig vége a mérkőzésnek, a szabadrúgásra már nincs idő. Szűcs Tamás büntetőjével megnyeri a mérkőzést a Budapest Honvéd a Sporting ellen.